Láttátok, hogy jelezte a killet, srácok, a nevem még így elkezdett így ilyen kéken vibrálni, vagy mi? Na, sziasztok, srácok, ez egy újabb Free Fire videó, és nem is akármilyen Free Fire videó, ugyanis a Blue Flame Draco AK-t fogjuk letesztelni itt elsőnek. Elsőnek fogom kipróbálni egy ranked meccsben. Ugye ezt a skint az előző videóban egy vásárlós videó keretein belül szereztük meg, és sok külföldi videós csinált belőle, nem csak vásárlós videót, hanem tesztelős videót is, úgyhogy a világért sem hagynálak ki titeket ebből sem, ugyanis hát nyilvánvalóan a külföldi videósok nem magyarul beszélnek, és hát elhozom nektek ezt Hungarian verzióba, srácok. Hát nyilván én nem maxos szinten fogom kipróbálni, mint a legtöbb ilyen videós a videóiba, ugyanis hát nem igazán költöttem rá több 10 000 diamondot. A vásárlós videóba fel is fejlesztettük 2. szintre, úgyhogy ezt fogjuk letesztelni, de igazából már ez magában is nagyon jó. Ugye pirossal jelzi, ha megölünk egy embert, piros a contain space-e, úgyhogy rankedezni fogunk nyilvánvalóan, úgyhogy teszteljük is le ezt a jópofi skint. Úgyhogy remélem, hogy érdekelt titeket ez a videó, ha igen, akkor már most nyomhattok egy lájkot, srácok, megköszönöm. Vágjunk is bele, már a lobbiban meg is fogjuk tekinteni, illetve az első lövéseinket eldörröktessük ezzel a szépséggel igazából. Srácok, 40-et sebez távolra, 30-akat, 40-30-akat sebez távolra csak, akármennyire messzire lövök. Nézzük. Headyre nem olyan könnyű felhúzni, de igazából az AK magában sem egy stabil fegyver, rángatózik össze-vissza, mint aki meg van vadulva, akár a való életben. Remélem, hogy tudunk vele majd dölni, és megtekintessük azt is, hogy pirosan, vagy hát pirosan jelzi az ölést, ugye? Úgyhogy izgulok, srácok, hát már mint várom, hogy leteszteljük, kipróbáljuk, és hogy ezt is megosszam veletek. Természetesen aki megszerezte, illetve meg fogja szerezni, az nyugodtan írja le kommentben. Aki pedig sajnos nem tudta megszerezni, vagy esetleg nem erre szeretné költeni a diamondját, az nyilvánvalóan itt is megtekinthető, hogy mit tud meg, hogy milyen. Úgyhogy ne búslakodjon senki, srácok. Én igazából mi lenne, ha csinálnánk a régi taktixunkat. Úgyis régen játszottam már így, mivel hát mostanában nem is igen a pontra megyek. Úgyhogy hashtag régi tactics, úgyhogy remélhetőleg tényleg minden tökéletesen fog zajlani, ugyanis eléggé kellemetlen lenne, ha meghalnénk a nagy tesztelések közepette, de bízom benne, hogy ilyesmi nem fog megtörténni. Hoppa, ide jön egy enemy, úgyhogy már is intézkedni kell, srácok. De úgy látszik, hogy ő lement Tamarra. Lehet, hogy a... Hoppá, már van egy sima shot, illetve egy micsoda. Szerintem ő a Resapli mapjához igyekezett oda Kotatua felé. Úgyhogy... Természetesen ez nem ad okot arra, hogy lelankadjon a figyelmünk. Már is nagyon jó lootokkal kezdünk. Kettő közeli fegyverrel is, srácok, találtunk egy silencert is a 3-as mazül mellé. Ott már lövöldöznek, de ugye mi nem foglalkozunk ezzel, illetve nem tudom, hogy most mit akartam emellé még mondani. Igen, hogy jó volt a loot, ja, meg hogy illetve egy 2-es vest, illetve 1-es helmet, szóval minden volt, ami kellene egy meccs első feleiben. Újabb silencer. Igen, úgy látszik, hogy beigazolódott a feltételezésem, ugyanis az emberke, aki még jött velünk, nem igazán jött vissza. Remélem, hogy ment Santos felé.
Azért hoztam el ezt a Silencert, hogy nehogy megtalálja valaki más kenemi. Ez is egy ilyen Tactics igazából, de ez a PUBG-ból van, hogy ami OP, azt fölveszik, aztán kidobják, hogy ne találja meg más. Akár AVM töltényen is lehet ezt csinálni, akár az M79 töltényel is, hogy a dropból kiszeded, arrébb viszed, kidobod, aztán ha valaki fel akarja szedni ezeket az OP cuccokat, már csak a hűlt nyomát fogja megtalálni, vagy hogy szokták ezt mondani, úgyhogy a szikla, illetve fa közepén ki is dobom, aztán játékos legyen az, aki ezt megtalálja. Egyelőre AK-t még nem találtunk, 33-an élnek, itt már voltak, ugye? Úgyhogy ezt is kidobom, mert Silencer legyen inkább nálunk. Mondjuk lehet, hogy inkább a 3-as mazil jobb lenne majd az AK-ra. Itt már voltak, ugye? Úgyhogy valószínűleg lent Cape Townba is lesznek, ugye? Aha, ott megy az emberke, jó. Megvárom, még újra kijön, mivel hülyeség lett volna elkezdeni lőni. Remélhetőleg nem vett észre, és kijön és folytassa az útját. Aha. Jó. Jó, meg is van a kill. Szegényke nem tudta, hogy merről lövök, ezért is bújt be a kerítés mögé, vagy a téglafal mögé, vagy hogy lehet ezt nevezni. Remélhetőleg AK volt nála, és remélhetőleg ő volt az az enemy, aki ott lootolgatott, és kiiktattuk, úgyhogy nem kell majd vele foglalkozni. Óhóhó, AK srácok, AK, ott is van az AK, nagyon jó, tökéletes. Rajta is van a 3-as mazül, úgyhogy meg is lehetünk vele elégedve. Aztán persze valaki a jobban érte ez, vagy esetleg máshogy tapasztalta, az is nyugodtan írja le a kommentbe, hogy nem is mazüllel jobb az AK, hanem Silencerrel, de én úgy tapasztaltam, hogy mazüllel sokkal jobb az AK, főleg egy 3-as mazül, akkor meg főleg. Meg is van, srácok, a fő fegyverünk, az AK, remélhetőleg sikerül majd vele ölnünk, úgyhogy mehetünk is kotatú a felé, amint lootolgatok még egy srácok. Egyelőre még nyugis a játék, egy emberrel találkoztunk, azt is megöltük, úgyhogy várom már, hogy a következő ember szembe jöjjön, vagy legalábbis találkozunk valakivel és bevethessük az AK-t. És ugye már a lobbiban láthattuk, hogy messzire 30-40-eket sebez, és azt is tegyük hozzá, hogy még csak 2-es szinten van az AK-nk, úgyhogy gondolom, ha fejlesszük sokkal nagyobb szintre, akkor az is befolyásolja majd a sebzéseket. Tehát lehet, rosszul gondolom. Úgyhogy igen. Az AK-nk az teljesen jó, illetve a MP-nk is. Kis ráncok. Úgy látom, hogy erre sincsen enemy. Mertünk is be pocsinokba, ugyanis kotatúan nem igazán van benne a körbe, úgyhogy még tovább kell állni. Hoppa, 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 hoppa. Nagy lövöldözések. Igen, most már kevesebbet sebzett, ugyanis a zeneminek a vesztje is befolyásolja a beérkező sebzéseket. Hoppa, hoppa, srácok. Ühühű. Láttátok, hogy jelezte a killet, srácok? A nevem még így elkezdett így ilyen kéken vibrálni, vagy mi. Gyönyörű killt láthattunk, srácok.
Már is lootolok. Hoppa, hoppa, hoppa. Igen, lesben állt egy ember. Gondolhattam volna, ugyanis hallottam a lövéseket, hogy fájt van itt. Az a baj, jó, azt hittem már kettő medkitünk van, de nem. Az enemy bent van a körben, nekünk majd még be kéne menni. Srácok, srácok, kezeljük a helyzetet, semmi probléma. Nézem, hogy hol lenne jobb bemenni, itt oldalt vagy amott, igen amott. Csak az a baj, akkor itt oldalt el tudtunk volna menni az enemy mögött, igen, igen. Mégiscsak ez lesz a jobb választás. Itt is a domb takarása alatt. Hogy elkezdjünk itt oldalt menni. És így majd be tudunk futni a körbe. Szerencsére ez a kör még nem sebez olyan brutális nagyokat. És fal lerakása sem szükséges ahhoz, hogy bejussunk. Ami egy plusz pozitívum ebben a helyzetben. Lehet, hogy a zenem is tovább állt, mi is inkább gyerünk be pocsinok felé. Aztán a kör az arra szűkült. Hoppa, hoppa, hoppa. Valaki ellőtte magát. Kílelő fegyverre, lehet, hogy véletlen volt. Aha, ott fut az emberke. Nem tudta, hogy hol lövök, ja, de... Hoppa, hoppa, hoppa. Hát ez már nem valami... jó... lövés volt. Itt jön az enemy. Á, bakker! Azt hittem, hogy ott van még a fal mögött, azt fordultam volna. Hát ez rip. UMP-vel. Szezon nem tudom, hanyas rankos pólója van. Úgyhogy megölt kirje, szóval... Nem most kezdte a csávó. 31 pont. Pont, hogy be tudtuk mutatni a zákát tökéletesen. Amint láttátok, nagyon jól funkcionált a helyzetekben, nagyon jól lőtt az enemiket, nagyon sokat sebzett, attól eltekintve, hogy a végkifejlett nem igazán a nyerés felé hajlott, de amint láttátok a helyzetekben, nagyon jó volt. Tényleg sebzés, tökéletes, minden precíz, minden okés. És még csak kettes szinten van, úgyhogy tényleg nagyon jó volt, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Hát sajnos nem igazán sikerült valami nagyon nagy teljesítményt lehozni ebbe a videóba, de teszt jelleggel tökéletes volt szerintem, úgyhogy tényleg nyomjatok egy lájkot, ha tetszett nektek a videó, a többit már hallhattátok igazából, úgyhogy köszönöm a figyelmet, srácok, a következő videóban találkozunk, sziasztok!